Gonna beat so twicked, bitch. Na szavaszó gyerekek, én Emel vagyok, és ez egy újabb FIFA 16 karrierünk videó lesz. Minél előbb oda akarok jutni a a téli átigazolási időszakhoz, ezért most kicsit többet fogunk karrier módozni, szerintem. Akkor azt mondja, hát hál' Istennek most már itt is leesett a hó, Dunántúlon is, most már van egy kicsi, 5 centit mondtak, ha van annyi kb. Így már jobb kinézni januárba. Decemberben meg semmi nem volt. Hát most vagyunk 6 ponttal a negyedikek. 4-6 pontos csapatban az Atlético Madrid, a Real Madrid és a Getafe, meg hát ugye mi. És akkor pont a Getafe ellen jövünk, aki előttünk van, de ez most úgyse számít. Szóval skipeljük a mérkőzést. És otthon vagyunk. 2-2, nem hiszem el. Hű, Paco Alcacerre 40,5 millió eurót kérnek. Nem veszük meg. Ez vicc. Hát jó, akkor majd télen megkérdezzük őket megint, hogy el akarják adni, vagy sem. Fennyolcas csak. Hát mindegy. Írták, én mondom, teljesen egy felejtettem, hogy ott van Nolito, tehát őt is meg fogjuk venni majd. Azért csak azt nem tudom, hogy mennyi. Van itt ilyen, hogy Nolito. Akkor keresünk. Nézzünk egy olyat, hogy Nolito. 28 éves, de nagyon-nagyon jó játékos. Nézzük, 20 millió euró. És akkor vizsgáld meg, és még érdeklődünk is, hogy mennyit kérnek majd érte. Egyébként igen jó játékos, Ultimate Teamben annyira jól játszik. Ez durva. Hát Villarreal nem olyan könnyű ellenfél. Nem tudom, lejátszuk-e vagy sem. Megnézzük, hányadikak. Másodikak. Ó, játsszuk le, mert úgyse volt eddig olyan meccsem, hogy az annyira fontos lett volna, és a többi. Hát akkor játsszuk le szépen a Villarreal ellen. Ja. Nem tudom ki a gólövő is, nem most az első. Jaj, most én megyek. Ó! Raúl García. Jó! Ott van. Hú! Micsoda beállárul, hogy micsoda fejes. Ó! God! Bum! Eddig még el sem jutott. És idegen vagyunk a Villarreal ellen, tehát nem lesz könnyű dolgunk. De Marcos nem jó játékos, hanem jó. Nagyon jó. Jó pátvéd. Ami Williams jobb oldalon. He, nála marad. De is adja. De Marcos játszik, ez kapus sem megjársz egy jól. Jó. Azért jó kezdik a meccset ezek is.
Valenciaga nagyon szépen csinálja. Be is adja. Ott egy érkező beadás. Csak oda pont nem volt érkező ember. Valenciaga a Munyai. Munyai kapu irányába, ott egy lövés. Hát ezt megküldte, Asenjónak védenie kellett. Nagyon szép labda. Külsővel adta. És a skin volt Rogár, szerintem nem tudta bent tartani. Az adják Asenjónak. Kigurítja Jokicsnak. Azt jó. Igen, szeftok mellette. Enyát. Itt úrász be. Itt úrász be, ráküldi! Asenjó! Már megint véd. De kell is, Villarrealnak ez a védés. Egy ilyen kapus azért. Ennyit védjen egy meccsen. Már az első fél időben. Hát azért ez a védelmet kicsit leírja, hogy ennyiszer tudnak kaput eltaláló lövést zúdítani az ellenfél kapujára, és a kapjukra. Munyáin eltolja, eltolja Munyáin. És nem akartam megnyomni. Komolyan mondom, hogy nem nyomtam meg a izét. Lövő gombot. Hoppá. Most szerencse volt, hogy izé. Munyáin kicsit feltartott az ellenfelét. Szuszájétá. Bent tartja. Be is adja. Ott egy fejes Munyáin. Hát szerintem volna a küldeni. Mindjárt. A jövőre. Nézzük a következőt. Most is eladod a Benyát. Williams. Benyát! Így ez a bal láb. Ez a baj, hogy jobb lábas. Hát hát kéne raktam valami másik oldalra, hogyha nem ott van. Ahol kéne. Visszafújja a játékvezető. Soldát dolgozni mögött, nem biztos, hogy fog elvégezni. De ráküldi! Szép kérdés van. Júj! Azt hittem, azt eladom. Jól. Menj át. Beadás. Ez igen. Úgy kell számolni. Úristen. Raúl García. Hogy bokkolják. Hát persze, hogy bokkolják. Hát Istenem. Gyerekek, ha ez miatt az öngól miatt kapok ki, én eladom ezt a számot, hogy kirúgom. Én esküszöm, kirúgom. Szerződés pontunk vele, nem érdekel. Nekem ez ne utaljon öngólokat. Fasz gombot nyomom, hogy fejelje el, vagy rúgja el onnan. Gyere, berúgja a saját kapujába. Hát hova máshova bakker? Szuszájta, menj! Az úgy jó, így volt kicsit rövid, nem fixem le. Hogy lehet így belérni egy labdába? Úristen. Egy lövésük volt. Nekem hat. És egy öngóló vezetnek, jó. Ilyen nincs. Le is cserélem.
Már úgy jön nekünk időngólokat, hagyjad már. Tényleg miért az év volt ott? Az úr is sokkal jobb csatár, milyen szuszájét, ha ilyeneket kell berakni. Kezdőbe. Nem néztem meg sajnos a csapatot a meccs előtt. Egy edző meg biztos nem dönti el a kezdőjét, nem? Valóságban ez milyen nem van. Menj át. Fussunk végig. Semmi. Jó. A fuss! Jó. Dobd. Úgy. Hát ez sem volt lövés, ez max egy izé. Zicsernek sem mondható szar helyzet volt. Hát ez sem számít lövésnek. Aduriz! Aduriz! És kivédi! Nem hiszem el. De ne oda! Hát Istenem! Balenciaga! Körbe tüzeljük a kapujukat, érted, és nem egybe semmi. 8-1 lövések aránya. És 1-0-ra vezet ez a szar. Na, Williams. Jó! Hú! Ott van! Gól! Az Uriz! Micsoda labda volt Williams, kicsit szerencsésen maradt ott az Uriznál. Hú! Legalább megvan az egyenlítés. Ó, gyerekek, szikki szemtott a Williams, hogy be fogja nézni a védő. Ó, gyerek. Szép volt a Duriz. Ennyi, fölviszem Cserének és gólt szerez. Amúgy a izében vagyok így. Barca karrierben megvettem Cserének monitót. És tényleg. Ő szuper Csere. Fölviszem, hogyha nincs gól. Fölmegy és gólt szerez. Legjobb hallod. Igen, tudja. Ajaj. És nem indítja, ugye. Jól. De szép lövés volt. Barátom. Baptista vagy Batus. Nem volt az kín. LOL! Visszafut, ha lesz. Mit csinálta az? Mit csinálta a védő? Gyere. Azért leszórakozom már. Csak komolyan. Na, a Munyány úgy de szépen lefordult. Jó, szöget. Lövölcs elből ki a szögöket. Mondjuk jobb lett volna, ha be tudom vinni, de nem volt. Lehet fejelni, lehet lőni! Miért nem ér bele senki ilyenkor? LOL. Megy a bal oldalon. És el tudja vinni, Munyáin! És elmegy a keresztbe. Jézus Mária, mi ez? Úristen. Mellé lőtt. Honnan mellé lőtt a hangja? Mennyi, vigyázz, mennyi. Nem hiszem el. Hogy lehet így passzolni? Támadjunk le. Álmodjunk le. Hopp, az kapott. Kap. Hogy elvitte, hallod? Lol. Ott van itt úrász, bemenni. Ó. Williams kapja a jobb oldalon, Williams legurít, nem jó, beleérnek, nem hiszem el,
Jó! Blokkolja, persze! Fú, te! Milyen nincs? Az jó. Ne félni, nincs fejes. Nincs. És persze! Ez mi? Ez mi? Mindenki mindenki elég, menjétek már. És le fogja fújni. A szar életű. Menj. Ivai Gomez friss vagy, menjél. Ó, Ivai Gomez mit csinál? He! Lol, nem hiszem. Köszönjétek azt a... Fú, majdnem kimondtam. Azt az egy... gólt. Mikel San Jose-nak. Most ki is rakok a csapatból. És a Real 1-0 nyert. És jelentjük, jövünk a következő fordulóban. 40 milliót kérnek érte majdnem. 500 ezerrel kevesebbet. Hogy konkrét motiváljuk a játékosokat. Mert itt van ilyen edzés. Most elfelejtettem rá menni. Mindegy, úgy következő videóba. San Jose out. Nincs valami jobb védő. Isten, ilyen szarok vannak. Andulis, hogy persze, hogy mész a kezdőre, igen. Ivai Gomez szépen megy Munyány helyére, mert kicsit elfáradt. Gyerekek, ilyen nincs. Csak nekem lett ilyen szerencsém. Csak nekem lett ilyen szerencsém, hogy nem volt ott senki, ez ilyen devecseringes volt, csak nem fejjel, hanem lábbal szerezte. Ez igen kaksi volt, és komolyan mondom. Ott vagyunk a 6. helyen 8 ponttal. Raúl Garcia-t tart nálunk 2-nél, ő vezeti a házi góllövő listát. Aduriz 1 gól. Lol. Ronaldo van 3-nél, és Gamero a szebb játékos a 4-nél. Ő neki van most ide legtöbb gólja jelenleg. És hány meccset játszottunk? Mi négyet. 4 meccs alatt Aduriz 1 gól. Oké. Ha mindegy, gyerekek, ennyi lett volna akkor ez a videó. Hogyha tetszett, akkor like és iratkozzatok fel. Én pedig akkor köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy néztétek a videót. Találkozunk a következő részben. Én nem voltam, sziasztok! You got to make my